A bukaresti Győzelem téren ünnepelték meg tegnap este a kormányellenes tüntetők, hogy jogerősen 3,5 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnököt. A Resist mozgalom aktivistái európai és román zászlókat lengettek, Dragneát jelképező csíkos ruhás bábot emeltek a magasba, kormányellenes jelszavakat skandálva a Döncsilő kabinet lemondását követelték. A Dragnea bebörtönzését ünneplők a fokozott biztonságú Rahovai börtön előtt is összegyűltek, ahol jelképes célszalagot feszítettek ki a Liviu Dragnea PSD pártelnököt börtönbe szállító jármű elé. Jelszavakat skandáltak is emeltek a magasba. Egyesek pezsgőt bontottak a pártvezér bebörtönzésének örömére.